Szeretettel köszöntöm nézőinket. Két nagyon kedves vendégem van, de én megvallom őszintén, hogy zavarma vagyok, hogy hogy mutassalak be benneteket, hiszen az egyik úr az jeles zeneszerző, zenész, énekes, Pásztor László, a Neoton Familia alapítója, illetve azkor még csak a Neoton együttes alapítója. A másik pedig Jós István, aki remek koreográfus, táncos is, és hát menedzser. És éppen ez az én problémám, hogy most tulajdonképpen hogy mutassalak be benneteket, hogy művészek vagytok, vagy pedig hogy menedzserek vagytok, hiszen ti vagytok a Magneoton, ez a rendkívül eredményes kiadó valójában. Nevezd minket csak szimplán zeneipari szakmunkásoknak. Neked is? Hát a tánc az történelem, szép volt a történelem. Menedzser, sztárokat próbálunk felfedezni, sok hangfelvételt próbálunk eladni. Inkább azt gondolom, hogy az utolsó 25 év erről szól, és már nem a táncról és a koreográfiáról. Mind a ketten úgy indultatok, hogy ez borzasztóan érdekes. Laci, te hogy kezdted ezt el? Tehát te egy közgazdász hallgató voltál, hogyha jól tudom, nálad megkockáztathatom azt a kérdést, hogy diplomád is megvan, ugye? Abszolút. 1968-ban diplomáztam az akkor még Maasz Károlynak nevezett egyetemen. De még érvényes a diploma, abszolút, ugye? Abszolút. És milyen szakon még az tárgyal? Külker. Küld, hú, hát akkor több nyelven rögtön beszéltél. Az az elit szak volt, ezt csak úgy mondanám a kedves nézőknek, akik nem tudják. És te hogy kerültél a táncba? Aranyelvényes sportoló voltam, asztali teniszeztem, és mellette pedig ékszerész, aranyműves. És nem mondod, te vagy az a Jós István? Igen. Te jó Isten, ez milyen érdekes, hogy azt tudtam külön, hogy esküszöm, hogy ezt most, tehát bocsánatot kérek, te vagy az a Jós István, hát akkor neked egy csomó érmed meg mindenféle. Igen, így van. Hát így mondtam, van, hogy hozzá rekvizitumokat, miért nem hoztál ilyen. Igen, valahogy a sport az kiment a fejemből, az utolsó 25-30 év az valóban erről a showbizniszről szól, és talán azért nem jutott eszem, hogy én valahogy pingpongoztam, annyi mindent csináltam az életemben. De te komolyan bajnoki címeket szereztél. Igen. Indítottak egy táncversenyt. Egy 8-fordulós táncversenyt, országos táncversenyt, bajnokságot, diszkó táncbajnokságot, és mint egy szórakozó fiatal, aki szerette a zenét, szeretett táncolni, elindultam rajta. Van egy ilyen kép, ahol úgy felugrasz így páros lábbal, tehát hogy a sarkaddal megütöd a fenekedet, az tulajdonképpen a szervánál tudhatják az asztali teniszezők esetek, hogy úgy felugranak és szerválnak. Tehát azt még nem próbáltam. Na térjünk vissza a OEC-re, ugye jól mondom a rövidítés, a diplomás közgazdász úrra, hogy a közgáz egyetemen nagyon jó klub volt annak idején, már én még nem éltem akkor, de mesélték nekem. Egy jó tanuló szinte már, hogy mondják, szinte már stréber, hogy az Istenbe kezd el muzsikálni? Hát nem akkor kezdtem el muzsikálni, hanem 7 éves koromban, amikor elkezdtem hegedülni, és egész sokáig úgy alakult, hogy én majd minimum nagyzenekari hegedűs leszek, tehát játszottam a postás zenekarba, másik hegedűben nagyon büszkén ültem a harmadik pultnál, de aztán a érettségére kaptam egy gitárt a szüleimtől, és ez úgy megváltoztatta a dolgokat, és a közgázra úgy előfelvételivel kerültem a közgázra, tehát egy évet dolgoztam. És ott nem volt olyan, hogy gondolkodtál azon, hogy a Liszt-Ferencre menjél? Nem volt, mert csak tanárképzőre mehettem volna, és elgondolkodtatott az a tény, hogy 20 gyerek közül egy lesz tehetséges, és 19-szer kell produkálni, és az a hegedűnél, főleg kezdőknél, az nagyon fülsértő. Úgyhogy ez így kimaradt, és így jött a közgáz, mert úgy éreztem, hogy a gazdasági kérdések, meg olyan külkesem, stb., és főleg a nyelvek rendkívüli módon érdekelnek, úgyhogy így jött a közgáz. Azt te tudtad, hogy te Magyarország egyik legelitebb egyetemi szakára jársz? Tehát az egy abszolút ilyen kalaplevevő szak volt. Én úgy gondolom, hogy tudtam, örültem neki, és nagyon kíváncsi lennék, hogy hol kutattál utána az én stréberségemnek, mert azért utóvizsgám volt gazdagom. Na de azt, hogy utóvizsgája van, hát mindenkinek van utóvizsgája az egyetem. De annyi, amennyi nekem. Na de jó, hát ha már elkezd egy zenekarban itt muzsikálni, na hogy kezdődött el ez? Tehát előtte, ahogy mondtam, már egy előfelvett éven volt, és az alatt már egy Orkán nevezetű zenekarban játszottam, a 16. kerületben rendkívül népszerűek voltunk mind a két kultúrházban hétvégenként 50 forintért. És 50 forintot kaptatok ti pénz gázsit, ugye? Aha, tehát igen, nem a belépő igen, volt. És ez annyi, nagyon igen, jó pénz volt, abból elég komolyan lehetett inni. Mert hogy alkohollal is barátkoztál már ilyenkor? Igen, és ez főleg azért érdekes, mert a legelső fellépésem a Vidámvásár utcában Cinkotán úgy történt, hogy előtte nem ittam sört gyakorlatilag 18 éves koromig, és minden idők egyik legnépszerűbb gitáros dalát kezdtük el játszani ez friss zenekarommal, az Égi lovast. És előtte megittam egy sört, hogy ne izguljak, és így fölcsúszott a gitáron a kezem,
és vagy egészen furcsákat játszottam, és nem értettem, hogy a közösség miért röhög teli szájjal. És akkor rájöttél, hogy a sör nem tesz jót a művészetnek? Igen, vagy? Igen, igen, és később átértem a pálinkára, igen. Ez komolyan. Jó, de viszont azt a kérdést, azt még mindig nem válaszoltad meg, ugye, hogy közgázos emberként elit szakra jársz. Hát ez egy szuper dolog volt, tehát annak idején nem volt olyan, hogy az ember úgy utazgatott ide-oda, a külkereseket mindenki írjátam, utazott, azt vásárolt, amit akart, stb. Stb. Tehát egy ilyen szakra jártál, világutazós jövő állt előtted, és akkor te meg ottan valamiféle zenekart alapított. Hát az Orkán zenekarból kirúgtak sajnos, mert elfelejtettem, hogy játszunk, és éppen barátkoztam a barátnőmmel a Szabadsághegyen, és mondták, hogy az nem megy, hogy a négy tagú zenekarból egy hiányozom, főleg az, aki énekel. Na most mondd meg, te mint menedzser, Pisi, ne haragudj, úgyhogy ilyeneket mondít egy televízióban, hogy barátkoztam a barátnőmmel a Szabadsághegyen. Most te például mire gondolsz? Mert én új dolgokat tudok meg a Laciról. Na de ezt, hogy barátkoztam a barátnőmmel a Szabadsághegyen, bocsáss meg, ezt légy szíves, értelmez nekem. Ez mit jelent? Nagyon egyszerű. Hát feltételezem, hogy nem volt még akkor saját lakás, és hát egy kült szabadtéren kellett barátkozni. Nem, sétáltak ketten, kézen fogva sétáltak. Abszolút a Péternek sétáltak. Van igaz, a kézen fogva sétáltunk. Látom, néha leültünk a fűbe, akkor még nem tudtuk, hogy van különös veszély, leültünk a fűbe, és valahogy a buli elmúlt. És jött az ukász, hogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen, úr, és akkor úgy döntöttem, hogy kell egy másik zenekart csinálni, és akkor lementem a közgázon volt olyan, hogy kultúrosztály, ahol Náfrádi elvtársat felkerestem, és mondta neki, hogy jó napot kívánok, zenekart szeretnék csinálni, mert a közgáznak nincs zenekara. Mondta, akkor már másodéves voltam, és mondta, hogy volt itt egy iparszakos, valami Galác nevezetű, az is zenekart akar csinálni, első éves beszéljen azzal. Megkerestem, és megcsináltuk a Neutont. Na de ti ilyen Ki mit tud, meg ilyeneket is csináltatok. Az később volt, 68-ba, akkor elindultunk a Ki mit tudon, és sikeresen kikaptunk a Hungáriától a döntőbe, akit korábban megvertünk. Mikor alakul Galác pásztor Neoton? 65 pásztor Mikulás. 65 Mikulás. Az azért szép nap, mert akkor már majdnem éltem, és én Mikulás napon születtem, úgyhogy egy a születésnapunk, csak úgy szeretném tudni, majd várok egy üdvözlőlapot. Akkor te is az idén 50 éves, vagy jövőre 50 éves leszel? Igen, na, igen. Én még nem, tehát körülbelül együtt alakultam, 49 leszek, ugye, mert egy évvel később, de ez nem érdekes. De figyelj, most komolyan mondom, hol ülök én? Ki kérdezi, gyerekek? Asztali tenisz bajnokság, az se volt rossz üzlet. Több oka volt, hogy én ott hagytam, befejeztem az asztali teniszt. Tényleg nagyon jól ment, aranyelvényes sportolóként hagytam abba, és sőt, sportálásban is dolgoztam egy keveset, nagyon komoly pénzért, de egyszer nem lehetett ennyi mindent összeegyeztetni, és megérintett a show business. Szóval megérintett egy olyan világ, nem tudtam, hogy létezik. A táncverseny miatt, vagy úgy egyébként is? A táncverseny után, hiszen akkor, mint diszkotánc bajnok, sok felkérést kaptam, volt egy olyan országos rendezőiroda, és azonnal betettek néhány ilyen országos nagy turnéba. Volt ez a működési engedély, akkor ezzel megkaptad a működési engedélyt. Először még nem kaptam meg, el kellett menni tanulni, vizsgázni. Versenygyőzelem az elejelentette? Az kevés volt, mert egyszer nem lehetett működési engedély nélkül fellépni, és muszáj volt levizsgázni. És egy erős 3-4-5 hónapot szinte éjjel-nappal kötelező gyakorlatokat kellett végezni, és utána kaptam egy A-kategóriás működési engedélyt, ami az valóban nagyon szép volt. Igen. Tényleg. És aztán nagyon sok turnéban vehettem részt. Skála turné, egy évben 70-80 előadás. Akkor ez ugye nagy szám volt, és nagyon-nagyon sok fellépés volt. Emlékszem, hogy még jöttek le csapattársak, hogy menjek vissza pingpongozni, Asztóriába táncoltam például, akkor ez egy érdekes mulatóhely volt, és jöttek le, hogy jöjjek vissza, hiányzom a csapatból. De már akkor nem érdekelt a pingpong egyáltalán. Tehát akkor ott tartunk, hogy te táncos koreográfussá váltál. Igen, igen. A Lacinál meg ott tartottunk, hogy megalakította a Neoton zenekart, és szétverte őket a döntőben a Hungária, igen, akiket ők legyőztek a Hungária előtt. És ugye hát, ha jól számolom, akkor ha 65-ben voltál másodéves, akkor 68-ra talán el is végezted az egyetemet. De annyira, hogy már nem tudom melyik napon, de a 29-én volt az egyik, 30-án másik, az utolsó két államvizsgám, illetve Ki mit tud döntő. 68 júniusában, ez így de megcsináltad az államvizsgát? Természetesen, persze. Hát köszönöm szépen, igen. És hát utána gyakorlatilag valamivel több, mint egy évig, sőt másfél évig dolgoztam
a Budabox Híradástechnikai Külkereskedelmi Részvénytársaságnál, mint üzletkötő. És akkor jutottam el olyan pontra 70 májusában, hogy el kellett döntenem, hogy jobbra vagy balra, és én a zenét választottam. Egy csomó slágeredet játsszák, és olyan szerényen visszahúzódva, ezért is megtiszteltetés, és hála a Jós Pistinek is, hogy rávett arra, hogy elgyere ebbe a műsorba hozzám. Voltaképpen ebben az egész zenélésben te üzletet láttál-e akkor? Tehát, hogy ez egy... Tehát nem azzal a fejjel menti, hogy nagy közgazdász csávó vagyok, és akkor most hatalmas pénzeket ki tudok ebből venni? Nem így volt? Nem. Bár előszeretettel mondom, hogy a zenészek között én vagyok a legjobb közgazdász, és a közgazdászok között a legjobb zenész, de ez akkor még ilyen szempontból nem manifestálódott bennem, hanem egyszerűen csak szerettem zenélni, mert legfőképpen még egy dolog volt, ami a komoly zene felől, a kevésbé komoly zene felé eltolt engem, az, hogy a komoly zene hegedűsei például a nagy zenekarban repertoárt játszanak. Tehát ugyanazt a darabot játsszák 450-szer, és minimális kreativitással, a kreativitás maximum a karmesternek a sajátja, aki a saját felfogásába dirigálja az adott darabot. Ezzel szemben, amikor elkezdtem gitározni, akkor jöttek maguktól az első dalok, és rájöttem, hogy ez egyfajta önkifejezés, amire nekem nagy szükségem volt úgy 21-22 évesen. Mik voltak azok a dalok, amik úgy először kijöttek a Neoton együttesnek? Mondjuk a viccen kívül az egyik első, a Kell, hogy várj volt. Azzal ne is robbantatok akkor. 1967-ben a Mátyásvölgyi konyhánknak a közepén, sötétben, sáblin ülve 12 perc alatt körülbelül. Egyébként ebből azt levettük, hogy tulajdonképpen az a hölgy, akinek ez a dal szól, az valószínűleg nem volt analfabéta, mert az van benne, hogy de addig ír, gyakran ír, így szerez egy kis örömet, ugye jól emlékszem rá? Jól emlékszel. Na, és jó a következtetés is. Igen, abszolút, de a hölgyek az időnként változtak, nem habonta, de viszonylag frekventáltan. És amit nem tudtunk, hogy amikor elkezdtük ezt játszani a közgázklubban, hogy ebből lesz a Kiskatonáknak a himnusza. Ez mekkora változást jelentett, hiszen hát ezt a tévé is ugye... Az utcán, hogy megismertek, tehát akkor még aktív közgáz hallgató voltam diploma nélkül, 68 tavaszán, amikor a Calvin téren valamilyen fejjenemű boltba aláírást kértek tőlem, ez volt életemben az első. Akkor jöttem rá először, hogy mi is az, hogyha az embert látják a tévébe. Tehát a Kell, hogy várj által generált siker, az igen intenzíven hozzájárult ahhoz, hogy eldöntsem, hogy a zene felé indulok 70 májusába. Van egy Jós István, aki nagyon jól táncol, nagyon jó koreográfussá válik, szervezi ezeket a dolgokat, tehát tulajdonképpen egy ilyen komplet szórakoztatóipari központtá válik, hogy vajon ez a menedzser, bizniszmen Jós István akkor
meg az, aki a színpadra ment. Ez egy teljesen más személyiség? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ösztönből történtek a dolgok. És nem az volt, hogy komoly előképzettségről beszélhetünk, hiszen én nem tudtam akkor, hogy mi az, hogy marketing pontosan, pedig azt csináltuk. Tehát fontos, hogy tulajdonképpen mindent el kellett intézni, csak akkor a menedzser szó az tiltott szó volt. Nem, a sőt, ha ugye én volt nekem egy feleségem, ugye egy énekesnő. Akinek a menedzser is voltál, igen, a Zoltán Erika. Így van, és hát borzalmas volt, amikor az akkori újságírók, szerkesztők nem tudtak azonnal beszélni a művésznővel. Aha. És azt mondtam, hogy mit játssza az agyát, mi az, hogy menedzsere van. Aha. Hát én vele akarok beszélni. És később alakult, tehát, hogy jobban járnak, hogyha a menedzser szépen előkészít mindent, és az elképzelhetetlen volt. Hmm. Tehát szerették az ügyintézőket, de a menedzser szó, az borzalmas volt. Na ez nagyon érdekes, amit mondtál, és így be lehet látni egy kicsit a színfalak mögé, de én azt is nagyon szeretném tudni, hogy amikor, tehát hogy te a színpadon hogy érezted magad, mert a Lacival kapcsolatban van egy ilyen prekoncepcióm, amitől lehet, hogy meg fog sértődni, de veled kapcsolatban ez hogy volt? Tehát, hogy te élvezted a színpadot? Imádtál ott lenni? Vagy azt mondod, hogy na jó, bemegyek, meg kijövök? Nem, én mindig addig csinálok valamit, amíg szívvel tudom azt csinálni. És ha én zenét hallottam, vagy éppen színpadra kellett menni, akkor nem volt időkorlát, nem volt olyan, hogy fáradt vagyok. Én nagyon szerettem csinálni, amit csinálok. Egyébként a Laci szedett le a színpadról, majd nyilván erre is rá fogunk térni. Borzalmasan szerettem a néznek és a tapsolnak. Uh-huh. Az egy olyan élmény, így tudom megérteni azokat a művészeket, akik tulajdonképpen nem tudják azért abba hagyni, mert nem akarják elengedni azt az érzést, amit meg lehet a színpadon kapni, és nem pénzről beszélünk, azt az élményt. Laci, te láttad a régi fényképeit? Hát egy Adonis volt, ugye? Hát abszolút, sőt, én láttam felépni. Nem vicceljél. Mert mesélték rólad ugyanis, hogy mennyire, hogy mondjam, népszerű voltál női körökben, és akkor úgy tudod, úgy gondolkodtam, hogy hát mert én nem, tehát ilyen 21-22 évesen én nem láttalak, hát én még akkor nem nagyon éltem tulajdonképpen, és akkor... Hát szerintem, ha kicsit utána számolsz, azért most túloztál. Igen. Azt sem tudom, közgazdász van a körülbe, közgazdász. Komolyan mondom, mert feltételezett, hogy túlzok, hát ne viccelj. Szóval az a lényeg, hogy azt hallottam, hogy nagyon-nagyon népszerű voltál női körökben, és nem tudtam pontosan, és akkor ugye most megnéztem ezeket a fényképeket, és hát tényleg ilyen lenyűgöző a pasi, szóval egyszerűen. Kérdezzük meg a Lacitól azt, hogy inkább nem is kérdezem, mondom ezt a prekoncepciómat, hogy néha én úgy éreztem, hogy olyan hát hogy is mondjam, finoman fogalmazok, hogy meg is néztem az idegen szavak szótárában, hogy te nem vagy egy igazán extrovertált alkat. Tehát, hogy nem mindig örülsz annak, hogy a színpadon vagy. A prekoncepció nem teljesen helytelen. Köszönöm. Ugyanis a pályám elején előszeretettel választottam magamnak olyan dalokat, amiktől reméltem, hogy népszerűek lesznek, és ezáltal én is. És jó néhány év után nem kis külső segítséggel rá kellett jönnöm, hogy én nem vagyok eléggé egészségesen exhibicionista ahhoz, hogy színpadi sztár legyek. Uh-huh. Nem voltak egyszerűen meg hozzá valószínűleg a mentális adottságaim, vagy a mentális hiányosságaim, ezt nem tudom, hogy hogyan nevezzük. És akkor történt az, hogy elkezdtem megint csak részben külső segítséggel háttérbe vonulni, és sokkal inkább a produkcióra és a zeneszerzésre. Van ez a legendás szerelemházasság, ami alkotópáros is, ugye? Tehát 60 IMS-e, akivel egy csomó dalt, többek közt, ami itt van, ugye ezt meg is mutatom, ez a Yamaha Fesztivál fődíja, ezt a dalt is, ami egy világsikert jelentett. Az az érdekes, hogy tulajdonképpen itt volt már nagyon régen egy kísérletem, hogy titeket meghívalak a tizenvalány évvel ezelőtt a 60 MS-ével egy műsorba, és tulajdonképpen a legtöbb kollégán azt mondja, hogy a 60 MS-e az egy science fiction, az egy tündér, aki létezik, de senki nem találkozhat vele. De én naponta találkozom vele. Tehát itt a prekoncepció nem működik.
Te naponta, igen. Én naponta, bár nem túl sokat mostanában, de egyébként létezik. Osztok, szorzok, azt hiszem 41 éve vagyunk házasok. 73 karácsonykor házasodtunk össze, és azóta két lányunk van, mind a kettő férnél, mind a kettő énekelt, már egyik sem énekel. Ez a külker, ez elég közel van a diplomácia szakhoz. Most ugye volt egy ilyen sugalmazott kérdés, ugye, hogy az MSZ közszereplésére vonatkozóan mondjál valamit, hogy ezt jól mondták, hogy ő nem nagyon jelenik meg a nyilvánosság előtt? Nagyon nem. Nagyon nem. Szóval nem nagyon, hanem nagyon nem. Tehát ő egyszerűen nem szereti. Azt hiszem, egyetlen egyszer szerepelt egy tévéműsorban, lehet, hogy másfélszer, nem tudom, de nem szereti ezt az egészet. Ő egy tipikus olyan ember, aki éli a maga életét, csinálja maga munkáját, és a többi nem tartozik a nyilvánosságra. Előbb voltatok szerelmesek, vagy előbb csináltatok dalokat? Már házasok voltunk, amikor elkezdtünk dalokat csinálni. Az egész úgy történt, hogy én elmentem 3 napra vidékre, és azt mondta, hogy szerinte ő tudna szöveget írni, mondtam én. És ott hagytam neki 3 dalt, és abból a 2 igen jól sikerült, az egyiknek az volt a címe, hogy Békarok, a másik pedig, hogy Párbeszéd, mind a kettőből készült hangfelvétel. És én annyira örültem, amikor a rádióba elhatározták, hogy ezeket felvehetjük, hogy rögtön neki is mentem a villamosnak a Mező Imre úton. Autóval. Autóval, persze. Te jó Isten. A Zoltán Erikát ugye te is ismerted, hogy a maga idejében az egyik legsikeresebb, mármint a befutásakor, a hirtelen az egyik leghamarabb befutott művésznő volt, és emögött ugye Jós Pisti volt nagyon szerényen, és arra emlékszem, hogy egyszer voltam egy ilyen Zoltán Erika koncerten, mert akkor már éltem, és akkor én is akartam valamit, mert ilyen újságíróféle voltam, és akkor mondták, hogy nem. Ráadásul azt hiszem, hogy a Skála Metróban volt éppen, és mondták, hogy nem az Zoltán Erikával, nem, ott van az a kedves fiatalember öltönyben, most nem öltönyben jöttél különben, nem mindegy, öltönyben, és a többi, hogy ővele kell beszélni. És mondom, te jó Isten, én is mondtam ezt, hogy te jó Isten, és aztán utána nagyon aranyosan összehoztuk ezt a dolgot. Ő már nem emlékszik rá, mert ő híres ember volt, én meg csak egy ilyen egyszerű falusi újságíró. Szóval az a lényege a dolognak, hogy a Zoltán Erikának azt, hogy ő mit csinált, hogy csinált, milyen dalok, ki szerezte a zenét, stb., hogy ez hogy jött össze, ezt te találtad ki, te segítetted, együtt találtátok ki? Hát nagyon jó, hogy együtt ülünk, úgyhogy minden itt marad ebben a körben, hiszen a Magneoton? A Szerelemre Születtem című dal, az én elmesélem, hogy én hogy emlékszem, hogy született. Az történt, hogy én táncoltam egy Hegyi Rabló és egy Santa Maria nevezetű klipfelvételen, ami Japánba készült. Egy Santa Maria nevezetű, az egy ilyen dal volt? Az egy dal volt. Ezt melyik együttes játszott? Santa Maria. Nézd utána, aztán a Wikipédiában biztos, ez a spanyol slágerd is, tehát nem tudom hány napig vezette a Santa Mariát. Hát, jól lett volna vezeti, de csak olyan 6.-7. helyig jutott. Akkor rossz információkat kaptam, nem de, mondom de meg, igen, hogy... igen, jól szerepeltünk Spanyolországban, és annyiban módosítanak, hogy kicsit félreérthető volt, tehát a Japán részére készültem, Japánban készült a... Japán részére készült itt a Nemzeti Sportcsarnokban, ha jól emlékszem, ahol azon túl, hogy a Pisti táncolt a felvételen, azon túl valahogy pingpongozásra került sor. Uh-huh. Akkor mi nem tudtuk, hogy itt ifjúsági válogatott, meg mit tudom én, mi minden. És hát aláírtam egy nyilatkozatot, hogy milyen szavakat nem használhatok. Kakává vert mindenkit a zenekarból. És elkezdtünk beszélgetni. És aztán ez egy kapcsolatnak az eleje volt. Nem tudom, hogy te mondod-e majd a tündebeli dolgokat, vagy én mondjam a tündebeli dolgokat. Én elmondom, ahogy én gondolom. Te hozzáfűzöl valamit, ahogy te érzed. Szóval Neoton az óriási szám volt, és a Neoton az olyan dalokkal jött ki, hogy egyszer nem lehetett nem odafigyelni rá. Ugye, amiről beszélek, az nyilvánvalóan 85-86. Az történt, hogy az Zoltán Erika, ugye, aki a feleségem volt, mi együtt táncoltunk, és jártuk a világot, és jól éreztük magunkat egyébként, anyagilag minden rendben volt, de ott volt a vágy azért, hogyha énekes az asszony, akkor hát miért ne lehetne valami jó számot
szereztetni neki. De hát ki tud itt olyan dalt csinálni Magyarországon, aki azért ebben a diszkóvilágban, a populári zenében erős? Hát a Neoton. Hát a Neoton hát nem azért van, hogy másnak írjon számot, hanem hogy írja maguknak. És én elkezdtem tulajdonképpen fűzni a Lacit, beszélgetni, egy picit összebarátkoztunk, mindig fölvette a telefont, tehát teljesen normális volt, korrekt volt, tehát nem az volt, hogy nem foglalkozom veletek, és akkor mondtam, hogy Laci, gyere, hallgass meg legalább ezt a leányt, vagy hallgass meg minket, így kezdődött, lent Siófokon, a Capri Bárban minden este éjszaka fellépünk. Nagy meglepetésemre megérkezett Erdős Péter, Pásztor László, Csepregi Éva. Hát tulajdonképpen az egész. De direkt azért? Azt nem tudom, hogy a Laci, igen, ezt hogy intézte el. Azt tudom, hogy talán Siófokon vagy Balatonon volt Neoton turné, és úgy gondolták, hogy hát most akkor ne menjünk haza, nézzük meg ezt a műsort, úgyis szólt a Jós Pisti, és akkor most milyen baj lett belőle. De szerencsére a Laci a műsort is figyelte, és utána kicsit gondolkodott, ő nem egy harsány valaki, és akkor félrehívott, és mondta, hogy van neki valami ötlete. És hát gyomron vágott tulajdonképpen az ötletével, mert azt mondta, figyelj ide, gyere le a színpadról, akasz fel a táncos cipődet, és akkor foglalkozom, csinálunk dalt az Erikának, fogsz egy aktatáskát, és intézed az ügyeit, ha ez tetszik, akkor jó, ha nem, akkor meg ez van. Hát ugye, mondjuk meg őszintén, amikor én szerettek táncolni. Ezt a Laci mondta, és nem az Erdős? Nem. Igen? Erdős Péter, ez egy külön történet. És akkor hát ez egy megdöbbentő, sikeres táncos vagy, rengeteg szerződésed, fellépések, neked is tapsolnak, és akkor azt mondja valaki, hogy figyelj ide, csinálhatunk valamit közösen, de úgyhogy te lejössz a színpadra, és abba hagyod a táncot. És akkor ezt a döntést, hogy elég sok időt lehetett úgy hagyni erre, úgy már másnapra ezt el kellett úgy nagyjából dönteni.
ebben azért elég fontos, hogy tulajdonképpen a Laci végül is a Neotonnak a menedzsere volt végig, meg a zenekarvezetője. Nem, zenekarvezetője. Zenekarvezetője volt, de menedzselted az ügyeit, nem? Hát, korábban igen, akkor már inkább a Péter vitte az ügyeket. Igen, az Erdős? Persze. Aha, tehát onnan átvette. Na de azt nem értettem, hogy miért azt mondták, hogy a Pisti legyen a menedzser. Szóval miért nem vette, akkor ő is ezt át, vagy ti miért nem vettétek át? Amikor mi oda jutottunk a Péterrel, addigra már a zenekar minden tagja, akik élénk éjszakai életet éltek a balatoni turné során Siófokon, azok már mindenki látta a műsort. Aha. És akkor mondták, hogy na ne hülyeskedj már, akkor gyere már te is. És akkor hát, tényleg jobban voltunk a Pistivel, és akkor mondtam a Péternek, hogy van itt valami jó csaj, nézzük már meg. Táncos duó. Na és akkor megnéztük, és a Pistinek mai napig jó hangja van, tehát jól is énekel, nagyon jó zenei érzéke van, de én úgy ítéltem meg ott, ahogy megnéztem, valamilyen partvisos műsorszám volt, már nem emlékszem. Vagy sepregetett ott az Erika körül, és valahogy én jobbnak, ilyen kicsit olyan Olivia Newton-Johnra hasonlított az Erikának a hangja, és az úgy engem megfogott, és azt gondoltam, hogy ha egyedül kiveszük ebből a táncos produkcióból, akkor hamarabb tudunk belőle énekes csinálni, mint hogyha két táncost veszünk ki egy produkcióból. Mert nem mindegy, hogy egy táncosnő énekel, vagy egy énekesnő táncol. Aha. Tehát tulajdonképpen nem is az volt a fő cél, hogy ő menedzser legyen, hanem az volt, hogy ne akarjon ő is énekelni. Igen. Megcsíptük, igen. Igen, és egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, hogy miért nem a cég, vagy én menedzseltem, én úgy gondoltam, hogy én leszek majd a producered, meg a zeneszerzője, és kell valaki, aki fölvállalja a világgal való ütközést, ami egyébként a világ tőlünk nyugatra levő részében már 100 éve vagy 150 éve teljesen elfogadott rendszer, hogy nem a művészt abajgatják mindennel, hanem a művésznek van egy, mindegy, hogy minek nevezzük, asszisztens, menedzser, ügyintéző, mindegy, de van valaki, aki helyette helyt áll a világ felé, amikor nem a színpadon vagy a stúdióban van. És aztán így kezdődött el az egész, és én ezt úgy megemlítettem a Péternek, aki megdöbbent, hogy én ilyesmivel foglalkozom. Erdős Péterről van szó. Erdős Péter, igen. Tehát, aki megdöbbent, hogy ilyesmivel akarok én foglalkozni, és mondta, hogy hajd a fenébe. Hát én nem hagytam, mert úgy motoszkált az agyamba, és akkor megszületett ez a Szerelmen születtem című opusz, amit amikor megmutattam a Pistinek, szerintem azt ő nagyon jó meg tudja mutatni, hogy nézett ki az a dal, amikor megmutattam egy szágítára. Azt mondja, megvan a dal. Gyere, Pisti, gyere. És hát azt hittem, hogy mutat valami felvételt, és milyen jó lesz, hogy már valamit csinál. Nem. Reszelős hangját elővette, fogott egy szál gitárt, és a vempet elkezdte, és eddig még jó volt. Igen. És utána jött a reszel. Elrepült a hang a koncert véget. Ebből, és azt mondja, ez nagyon jó, ez jó lesz. És akkor Jézus Mária, ebből, hát mondom, te tudod. Már ott a táska volt, és én meg hülyeségeket beszélek. Na de hát, hogy mondjam, ő látta előre ezt a hát dolgot, igen, ez tudta, nagyon nehéz. Tudta, hogy mi lesz a vége, igen, de én nem tudtam, hogy így szoktak a Neoton dalok is készülni, hát én járatlan voltam akkor ebben. De egyébként a producerkedést én pont ezért szeretem leginkább, mert bemegyek egy stúdióba, és van a fejemben valami, ami csak az én fejemben van, és akkor mondom, hogy ki mit csináljon, és nem értik. És a végén összeáll a dal, és az nagyon jó. Annyira ellene volt a Péter ennek az egész Erika ügynek, igen, hogy álneveken jelent meg a dal. Tehát, hogy nem pásztor, igen, hanem valami teljesen. Steve Brule, azt hogy is van? N.Tony, ugye a Neotonból, N.Tony, kötőjel S.Brosi, Brosi, aki a Steve Ambrosio, vagyis Ambrosi István nevezetű angol szövegírónk volt a Neotoni. Az ő nevükön jelent meg, és amikor az Interpop Fesztiválon, azt hiszem ez már 86 volt, ugye? 86-os Interpop Fesztiválon Erika fönlépett, akkor a Bolba Lajost vezényelt a zenekart, és Siófokon lementem hozzá, és mondom, te Lajos, egy icipicit gyorsan játszátok a dalt, azt mondja, és neheznek neked, de ez mi között? Mondom, hát te én írtam, csak nem én vagyok oda írva. És akkor
Emlékszem, hogy akkor nagyon nagy ellenállás volt, még a Wilpert Imre is mondta, hogy még az anyósa is megemlítette, hogy ez nem jó az a dal, mert... Aki ez... a hanglemezjárnak úrja a menedzsere, tőle függött, hogy lesz-e lemez, tőle is. Tőle is függött, igen. És mondta, hogy az anyósa is megemlítette, hogy az áll nem jó, az nagyon magasra emeli a lábát. Na most, és itt jön a karrier, hogy a... Erdős... Ez most nem pozitív volt, ugye? Pisti, ez jól... Nem, ez tetszik, ez jó, ez a része. Ez a része. Menedzser, a anyós azt mondja, hogy nem jó a csaj, mert magas emeli a lábát. Egyébként mindig azt szokták mondani, hogy a marketingben a négy legdrágább szó, azt mondta a feleségem, uh-huh. Az a legdrágább. Na és az Erdős a Retek utcában lakott, uh-huh. És egyszer mentek haza, és a házban volt egy borozó a pincébe, és onnan jöttek ki részegek a következőképpen. Születem! Másnap azt mondja, hogy te pásztor. Mert hogy racsolt. Rettenetesen, hetenetesen racsolt, és azt mondja nekem, te pásztor. Mégiscsak kéne ennek a csajnak egy lemezt csinálni. Mondom, te Péter, az anyag kész, csak vegyük föl. És így született az Erikának a karrierje. Az az igazság, hogy nagyon sok negatív kritika éri még a mai napig is az Erdős Pétert. Én tulajdonképpen dolgoztam vele, nagyon sokat jártam be a Pro Manager irodába Sallai utcában, és rendkívül okos emberről van szó. Tehát nem azt kell nézni, hogy neki volt egy hatalma ebben a showbizniszben, vagy a lemezkiadásban, nem... Hát sokan irigyelték a Neotont, mert azt mondják, hogy ez az Erdős sokat segítette. Most te hogy látod, hogy az, hogy ti Yamaha Fesztivált nyertetek, hogy tulajdonképpen a hosszú éveken keresztül az egyetlen nemzetközileg jegyzett, akár úgy lehet mondani, de mondjuk, hogy világhírű, de minimum Európa és Ázsia hírű együttes, hiszen Spanyolországtól Japánig ismertek benneteket. Szóval ebben jelentősen benne volt az Erdős keze? Elképzelhető, hogy abban segített, hogy oda kerüljünk, de hogy ott helytálljunk, abban már nem tudott segíteni. Értem. Tehát a japánok helyett biztos nem vásárolt lemezeket, meg nem vásárolt slágerlista helyezést, ahogy nem vásárolta meg azt a mintegy 6 millió albumot és szingült, amit világszerte összesen eladtunk. Félreértések elkerülése véget, a támogatás az úgy nézett ki, hogy valamivel több mint 1 millió dollárt hoztunk az állam, az a hanglemezgyár és azáltal az állam konyhájára. Uh-huh. És ebből mondjuk keresik... 2 milliót kaptatok meg, gondolom. Ez 1 millióból? Hát nagyon szíves, de megint csak gondolom, a műsori viszonylag korlátozott időtartam. De most nehogy azt megcsinált, hogy nem mondod meg, hogy mennyit kaptatok az 1 millióból, mert akkor itt hát bebújjuk az asztal alá. Hát egyrészt nem tudlak megakadályozni, másrészt pedig ezt nem úgy kell értelmezni, ahogy mondom, hogy most bejött 1 millió dollár, jó napot kívánok, hol van, hol ez jár, hanem negyed évente voltak ilyen licenszdíjjel számolások, érkeztek be jogdíjak, mindegyik máshol érkezett be. Tehát a szerzőjogdíj az beérkezett az Artisiusba, és az Artisiusba 15 000 forintig évente megtarthattam konvertiblis devizába, amit kaptam. Uh-huh. Azon felül kötelező érvényen forintra kellett váltani. Beérkezett a hanglemezgyárhoz az aktuális licenszdíjjel számolás, és annak azt hiszem a 25-30%-át lehetett megtartani 15 000 forint felett. Uh-huh. Most utána beérkezett nagyobb koncert, 62 előadásunk volt 81-ben uh-huh. Japánban, és ennek a úgynevezett nettó feles elszámolása beérkezett a Nemzetközi Koncertigazgatósághoz, és annak ott például csak a felét kellett kötelezően forintra váltani. Ezért volt. Azért mondom, ezt nem tudom így elmondani neked, hogy mennyi volt. Tehát ha forintba kifejezem, hogy negyed évente kaptam pár százezer jogdíjat abban az időben. Mm-hmm. Azért az elég jó volt. Az nem olyan rossz. Igen, az nem olyan rossz, de hát az, hogy 62 koncert Japánban, azért az se volt semmi. Az se volt, hát az, sajnos nincs meg az a fényképen, mert a Jakab Gyurinak a javaslatára, amikor az első koncert napján Tokióban a teljes koncert turnénak a felét kifizették előre, és akkor az így az ölemben van, egy ilyen halom dollár, azt lefényképeztük, és utána nem tudtuk, hogy mit csináljunk vele, hát Magyarországról mentünk oda,
és vittük magunkkal azt a pénzt, és mindenütt beraktuk a szépbe, amikor megérkeztünk a szállodába. És látták, hogy egy csupodó ugyanis én elővigyázatosan, én úgy fizettem a zenekarnak mindig ki a gázsit, hogy ahol éppen tartottunk. Uh-huh. Tehát nem az, hogy itt van gyerekek, megkaptuk a felét. Hát igen, mert véletlenül egy dolbézolós éjszaka alatt az elmehetett, igen. Igen, szóval mindig bulinként fizettem, és így aztán apadt a szépbe betendő pénznek a mennyisége. Na most adva volt egy úr, aki ugye most már sikereket ért el Zoltán Erikával, te meg már szinte legenda voltál, és sikerre halmoztál, ahogy ilyen jó kis panelekkel szoktuk ezt mondani. És hogy találtatok ti egymásra, meg ez a Magneoton, ez hogy lett? Mert ennek szándékosan nem néztem utána, hogy itt tényleg őszinte kíváncsisággal figyeljem. Ugye egy csomó külföldi, meg belföldi, és ezt nem tudjuk mi pontosan, hogy most tulajdonképpen ez most a magyar, vagy külföldi, vagy a pásztor, vagy a, hogy van. Kényszer szülte egyébként. Igen, tulajdonképpen. Nem akart ez lenni. De ezt ti csináltátok? Igen, szintén kötődik az Erdős Péter nevéhez. Meg az Erikához. Meg az Erikához. Mondja el a Laci ezt most, a keveset beszélt, hogy szeretném, hogy is megszólalna. Azt mondja, hogy mondd el. Már levegőt venni nincs időm, érted? Komolyan mondom, hogy ki a főnök tulajdonképpen a magam? Mindig változik. Igen. Mindig változik. Hát mennyi ideig? 11 évig voltam a Pisti főnöke, most ő az enyém. Légy szíves, vidd tovább a műsort, mert itt az előbb ugye ott akadtunk el, hogy az viszont kényszer szült el. Igen. Úgy láttuk az Erika sikerén felbuzdulva, hogy... Lemezeladásokkal. Minden szempontból. Minden szempontból. Hogy érdemes lenne csinálni egy olyan kis tímet, ahol hasonló sikereket lehetne más előadókkal elérni, és nagyjából az volt a terv, hogy a Pásztor Laciék megírnák a dalokat más előadóknak is, és akkor én foglalkoznék más előadóval is, tehát nem csak az Zoltán Erikával, és bementünk az Erdős Péterhez, és előadtuk, hogy a Hungaroton belül, mint hogy vannak ugyanúgy ilyen kis márka menedzser cégek, ha úgy tetszik, hogy lenne egy ilyen kis, szintén egy kis label, és különböző előadóknak készülnének ilyen zenék, dalok, lemezek. Nagyon lelkesek voltunk, hogy az Erikán felbuzdulva, hát ha ez fog tetszeni a Hungarotonnak, hogy de jó lesz. És ellenkező hatást váltottunk ki ezzel. Nem is láttam még ilyen éles szituációt, hogy ilyen kemény szituációt, nem is gondoltam, hogy... Tehát kiborult az Erdős attól, hogy ti itten egy más utat választottatok. És Laci elmondta az ötletet, elmondta, hogy Péter, arra gondoltunk, hogy csinálnánk néhány Neotontól és Erikától független produkciót is, de és természetesen neki. Uh-huh. Tehát a profil, azaz a Hungaroton égisze alatt történne mindez, és akkor a kreativitást ugye... Uh-huh. Vinnénk ebbe az egészbe, új és új. Nem? Hát emlékszem, hogy nagyon vörös lett, arra határozottan emlékszem. Tehát nemet mondod? Nem is azonnal válaszolt. Komoly nagy levegők. Olyan vagy, mint az ilyen kvízjátékokban, tudod, amikor azt mondja, hogy és most kiesett, és akkor tak, igen, és mutogatják egyeket. És onnan mi a túlónak nem tudják mondani. Így volt, átgondolta. Nemet mondott, vagy igent mondott? Nemet mondott, azt mondta, köszönjük. szó nem lehet róla. Helyesbíthetek? Igen. Elárultatok. Így van. Ez a Neoton végét jelenti. Jézus Mária. Ezt mondta a szó szerint. Ott. Akkor osztottunk fel először. Beszéljünk a Magneotonról, hogy annyit mondjatok már a Magneotonról el, hogy tehát akkor ez nem olyan, hogy most a Sony vagy valaki idejött és belerakott pénzt, hanem ezt ti csináltátok meg? Többen, de mi voltunk a tehát ez egy magyar történet, ez egy teljesen magyar történet. Mert ezt nem tudják nagyon sokan velem együtt egyébként. Ez egy abszolút magyar történet, itt a rendszerváltás környékén, hogy 89-90-ben egyre másra alakultak, immár nem GMK-k, hanem a KFT-k. És ami után kiderült, hogy a hanglemezgyáron belül nem tudjuk megcsinálni ezt a bizonyos saját kis lébelt, akkor megpróbáljuk másképpen, és a Pisti az felhajtott egy befektetőt, mert azért olyan nagyon nem voltunk biztosak magunkban, tehát először a lemezgyár pénzét szerettük volna eltapsolni, utána meg valaki másét szerettük volna eltapsolni a saját ötletenkre, és sikerült neki felelni egy befektetőt, aki
aki nagyon impresszív volt, mert amikor behívott minket a Rottenbiller utcai lakásába, hogy beszélgessünk, akkor a szoba közepén egy stúdió magnó állt, gondolt, hogy ez nagyon nagy ember kell, hogy legyen, akinek ilyenje van. És össze is álltunk vele, és egy, összesen másfél évig csináltuk közösen vele a Magnautont, majdnem teljesen sikertelenül. Sokan voltunk egyébként benne, tehát a Neuton zenekarnak, illetve a Neuton familiának azok a tagjai, akik az én oldalamon álltak, tehát a Jakab Gyuri, Bardóczi Gyula ugyanúgy benne voltak a stúdiókörben, mint személy szerint például az Erika is. És hosszú ideig úgy volt, hogy a Dolly-ról is benne lesz, vagy legalábbis a frontemberek, csak aztán ők megrettentek attól, hogy mi lesz akkor, ha nincs mögöttük a lemezjárás, ők kimaradtak, mai napig ütik a fejüket egyébként hogy emiatt. Miért? És akkor elkezdtünk dolgozni bőszen, és egymás másra csináltuk a felvételeket. Ja, még bocsánatot kérek, tehát az Erikának a hangmérnökét, Lakatos Gábort, akivel a stúdió felvételek készültek, azt is magunk mellé állítottuk, és bőszen elkezdtünk felvételeket csinálni, és egyedül a Napoleon Bulvár Legyetek jók, ha tudtok című lemeze az, ami életbe tartotta az első évben ezt a kiadót. És a befektetőnk, akinek a jelszava az volt, hogy ti hozzátok a szakértelmet, én adom a pénzt. Abból annyi volt igaz, hogy mi tényleg vittük a szakértelmet, de valahogy adta a pénzt. A pénzt inkább talán vitte. Na jó, most már hál' Istennek... És egy év után, miután lezárta a mérleget, azt mondta, hogy egy veszteséges céget nem hajlandó finanszírozni, és egy nagyon komoly konkurensünknek eladja 3 napon belül a céget, hogyha mi nem veszük meg az ő részét. És megvettük. Megvettük, és ez volt életünk legjobb döntése. Na most ott tartunk már, hogy hál' Istennek ugye, hogy az eredménylistát lehetne majd sorolni, és lehet is, hogy hány országgal, például Japánnal tartotok-e kapcsolatot, hány országgal, Magyarországon hány hanghordozót, ugye így hívják, hivatalosan adtatok el, vajon erről van-e valami adatotok? Körülbelül adatunk van, tehát teljes, én 18 millió darabról tudok, 17 millió valamennyi volt néhány évvel ezelőtt. Azért az nem kevés. Én szerintem se kevés. Nyilvánvaló, a kezdeti időszakokban lényegesen magasabbak voltak a CD, illetve a hanghordozó eladások. Hát ugye majd akkor az nyilván... internetes világ az egy kicsit lelassította ezt? Megváltoztattam. Hát csak egy pici adatot mondanék, hogy ami sokat segített a mi menetelésünkben a filmslágerek magyarul, az több mint 500 000-öt, és 550 ezer darabot adtunk ugye el a háromból, és akkor most nem szeretnék a Jimmy számokról beszélni, Gergely Robi számokról, tehát akkor sok százezres eladásokkal tudtunk nyilvánvaló 1 millió, 2 millió, 3 millió, 5 millió, 6 millió felé kerekedni, és hát a slágerlista az tényleg úgy nézett ki a Magnautonnál, miután úgy lendületet kaptunk, hogy filmslágerek első, Rapülök, második, Zámbó Jimmy, harmadik. Volt egy paprita. Paprita, igen, kutkomackol. Az a negyedik és ötödik már megint mi voltunk, talán Edda, vagy nem tudom. Igen, tehát egyszerűen amihez nyúltunk, az működött. 1993-ban a világ megnyílik tulajdonképpen előttünk, amikor keresnek magyar, jól működő kiadót, hogy ne kelljen a nulláról építeni egy kiadót Magyarországon a külföldiek, és ugye a néhány major már Magyarországon van. Ugye nagy kiadóról, nemzetközi kiadóról beszélek, és a Warner keres partnert. És tulajdonképpen nyomozgat, hogy melyik az a kiadó, akivel érdemes lenne összeállni. És minket választott 93-ban, tehát 2,5 éves működés után olyan eredményesnek találta a munkát, hogy úgy gondolt, hogy meg kell szerezni ezt a kiadót. És akkor innen kezdődik tulajdonképpen... A Warner Magnauton. Hát úgy mondom, hogy a Warner Music International, és az megveszi, és így lesz Warner Music Hungary, ahol több embert a régekből, ha úgy tetszik, kitesz, vagy nem kíván velük együtt dolgozni, és minket tartanak meg. 92-ben karácsony előtt egy nappal zárultak le a tárgyalások a Warner Musickal, ami azért volt érdekes, mert rendszeresen tolmácsot kellett alkalmaznunk, mert egyikünk angolja se volt olyan szintű, hogy a
az egyébként rendkívül szofisztikált angol nyelvet beszélő külföldiekkel szoktuk érteni. És végül is utoljára Emese írta alá a szerződést, mert ő is tulajdonos volt a Magnetonban, mert nem egy könnyű személy ilyen szempontból. Utána évekig hallgattam a későbbi főnökünktől, hogy majdnem a feleségeddel elment ez a deal. Ja, és még bocsánat, egy pillanat, ha az Emese közszelepléseiről beszéltünk, illetve azoknak a hiányáról, egy nagyon fontos dolog. Ez az egész Magnaton sztori, az nagyon nagy mértékben az ő ötletének köszönhető, mert ő találta ki azt, hogy filmslágerek magyarul. Mondta nekem, hogy van egy ilyen ötlete, őszintén megmondom, hogy én olyan nagyon nem lelkesedtem érte, bár említettem benne a többieknek is, azok sem lelkesedtek olyan nagyon, de az Emese nem egy könnyen lerázható pipi, úgyhogy elkezdett moziba járni, megnézte a filmeket, és a filmekből összegyűjtette azokat a dalokat, amiket szerinte érdemes megcsinálni, és csodája, jött az a bizonyos közel 600 ezer darab, elsődlegesen kazetta. És elindult a rakéta. Így van, és utána tényleg, ahogy a Pisti mondta, szinte aranyá változott minden, amihez nyúltunk. És bejött a Warner Music, és a tárgyalás során felajánlottak nekünk egy vételárat, 100%-ban megveszik a céget, mondták. És mondtak egy olyan vételárat, ami elsőre kozmikusnak tűnt, de én a szkeptikus azt mondtam, gyerekek, minimum duplázzuk meg ezt az árat. És másnap leültünk ismételten a Warneresek tele, és mondtuk, hogy szerintünk ez az összeg, amit ők mondtak, az egy picit kevés. Miért? Mire gondoltak? Hát mondtuk, hogy a duplájára. Mondták, jó. És akkor már szomorú volt, hogy nem a háromszorosság volt. Még egyszer voltunk így, amikor a TNT meg a TNT-nek meg a Erikának. Nem az Erikának. Emergency House. Emergency House-nak egy-egy felvételét az I Spy című Eddie Murphy filmben, amit Pesten forgattak, abban szerettek volna 20-20 másodpercet használni, és fölhívott egy ember Los Angelesből, a Sony Pictures-től, és mondja, hogy hát ez a két szám kellene, neki van rád számonként 5000 dollárja. Hát ez egy kicsit kevés. Na, mennyit szeret? Elmondom 10 000-et, oké. Okay. Nagyon sajnálom, mert nagyon elszaladt az idő, és ezt igaza lett Pásztor Lacinak, aki mondta, hogy ha van rá idő, akkor még tudna erről elég sokat mondani. A befejezésként egy ilyen nagyon furcsa kérdésem lenne, vagy kérésem inkább, hogy két vezető menedzserrel ülök együtt. Mondjatok legalább két olyan tulajdonságot, amit kedveltek a másikban, meg amit nem. Hajlandóak vagytok erre? Kezdje, Jósúr! Mit nem kedvelek a Laciban? Kezdem a rosszal, ugye? Úgy, igen, igen, jóval kell befejezni. Amikor csillogó szemmel bemegyek hozzá, hogy van egy ilyen ötletem és a többi, akkor nem kezd el csillogni a szeme, ez egyébként amióta ismerem így van, és hiszek benne, elkezdi szőrözni, átnézni, átgondolni, és elveszi a kedvemet néha. Tehát komolyan, és mondom, Jézus, mert nem így jöttem be, hogy így távozok. Ez az egyik, ez nem változott meg benne. Igen. Azt mondja... Nem muszáj másodikat mondani, szerintem nem? Ez így, igen. Inkább ő mondja, mert szerintem most feladtad a labdát, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ő meg azt nem szereti, amikor te bejössz csillogó szemmel hozzá, és azt hiszed, hogy minden egyszerű. Azt még szeretném, hogy bejön csillogó szemmel, de a Pisti, mint rendkívül találékony és kreatív marketing ember, ő igazából hisz a marketingbe. Nem csak a saját marketingébe, hanem másokéba is. És egy jó marketinges elmond neki valamit, és elkezd csillogni a szeme, és bejön, és abban a pillanatban én elkezdem szőrözni, és leveszem a csillagot. Tehát ezt, amikor kapva valakitől olyan impulzusokat, amire az ő marketinges beállítottságú agya elkezd működni, és elhiszi azonnal. Uh-huh. És én ez az, amit próbálok korrigálni, persze lehet, hogy túlzásba viszem. Hát és akkor fogalmazhatunk úgy, hogy némi naivitással, de nagy hittel azért nagyon eredményesen vezeti most a céget, és így ketten együtt nagyon eredményesen csináltátok. Meglehetősen kaszifántos ez a történet, és most hol tart a Magnaton? A Magnaton az egy lébele, egy tradicionális lébele, egy M-ton nevezetű cégnek. Mi az a label, azt tisztes mondom? Az a címke vagy márkanév. Igen. Tehát az a márkanév, az a klasszikus, hagyományos márkanevünk, és azt is tulajdonképpen azt tesszük közé általában, Magnaotonnak hívjuk magunkat a világ felé, és ez az M-ton Kft., amelyik viszi tovább ezt a
Magneotont. Ez 10 éve alakult, miután a Warner Music, aminek mi része voltunk, elhatározta, hogy nem akar foglalkozni magyar zenével, mert éppen az amerikai tulajdonos ilyen tanácsot kapott Amerikába a konzultánsaitól. És akkor azt mondtuk, hogy ez hülyeség lenne, ha kidobnánk azt a több ezer hangfelvételt, ami a sok éves tevékenységünk alatt felhalmozódott, és kötöttünk egy szerződést a Warnerrel, először csak licenceltük tőle a saját magunk által készítetett felvételeket, később egy tranzakció keretében ezeket meg is vásároltuk, és csodák csodája, egy idő után már a nemzetközi felvételeket sem volt hajlandó a Warner saját maga forgalmazni Magyarországon, és akkor csodák csodája, mi lettünk a licencég, aki ezt csinálja Magyarországon. Tehát most úgy néz ki, hogy van egy M-Tone Kft., aminek van egy Magneoton és egy Elephant House nevezetű lébele. Az Elephant House az tánczenét forgalmaz. Mellesleg a Magneotonnak is az Elephant a kavalgéliája. Igen, hát nem véletlen az Elephant House, és a House meg a House zene miatt tulajdonképpen. És ezen kívül a Warner Musicnak a teljes repertoárját képviseljük, komoly zenéstől, jazzestől, mindenestől, és van még egy hamburgi székhelyű tánczenei cég, tehát Dance kiadó, a Kontor, annak is végezzük a magyarországi forgalmazását, és csodák csodája, visszafelé is elkezdett működni a dolog, mert a művészeti részét a Pisti, mint aktuális ügyvezető igazgató mindjárt elmondja, de ebben már vannak export dolgok is. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig azt szokták kérdeni, ki az, aki hozzátok tartozik, és hogyha nem tudunk mondani legalább 5 top előadót, aki aktuális, akkor ugye azt mondják, hogy Schlager Múzeum. Mondok tényleg a sorrendet most nem fontos. Ruzsa Magdi, Magna Cum Laude, Zséda, Radics Gigi, Majkát mondtam? Nem, most mondom. De ez tényleg nagyon Majka. Érdekes, hogy ezt így nem tudja az ember. Szóval megmondom őszintén, hogy én eléggé készültem, beszéltem, stb., de hogy mind az 5-öt, 2-t vagy 3-at tudtam az 5-ből, de mind az 5-öt nem tudtam, és akkor ezek szerint még vannak bőven. Bőven, hát nem csak tudok, műsoridők. Igen. Kevés hozzá. Egy kicsit korlátozott, és de akkor még az export. Tehát ugye az Elephant House-nak a kiadványait megpróbáljuk exportálni, mert ugye ez a DJ-k és producerek által készített tánczenei művek, amik a legkönnyebben exportálhatók, és büszkén mondhatom, hogy már 2 olyan kiadványunk is van. Az egyik az csak 2 országban, a másik az 20 országban már megjelent. Az egyik az a New Level Empire, amelyik most jelen pillanatban Spanyolországban hasít, a másik pedig a Vékony Zoli, akit én nemzetközileg Vekoniznak hívok, mert Vékony úgy van kírva. És az ő felvétele meg már 20 országban működik. Hát fantasztikus. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is megtudhattuk, úgyhogy akkor azért jó ez, hogy tudjuk, mert akkor büszkék lehetünk, mert hát azért ez magyar nemzetközi sikereket is jelent. Úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm. Emeltek meg, ami még itt még majd előttetek van, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy kivételt tett Fászor László, és eljött a műsorba. Jós Istvánnak is nagyon-nagyon szépen köszönöm, bár ő azért, mint marketinges, ő azért hajlamosabb arra, hogy a kamerák előjön, és nyilatkozzon. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én azt hiszem, hogy a kedves nézők is sok olyan dolgot megismerhettek ebből a beszélgetésből, amiről fogalmuk sem volt, pedig hát jól ismerjük, vagy legalábbis azt hiszük, hogy jól ismerjük Pásztor Lászlót és Jós Istvánt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm. És köszönöm szépen a nézők figyelmét is. Viszontlátásra.